Hát de nem, ez a... Szerintem itt azt állított, hogy... Hát jó, de nem kötelező azzal menni, nem? Ja, hogyne, persze. Figyelj csak, a tévébe haladszik nagyon. Nem baj, nem gyom, nem szóval. Sajnálom Dávidot is, hogy nincs ideje játszani egyébként. If you start to suffer from oversteer, come in and let us have a look at the setup. You'll get oversteer if the rear tyres lose grip before the front. Usually this will be coming from a lack of rear downforce or an overly stiff rear suspension. But a little tweak with negative camber or toe in can also help with this.
Jaj, hát persze, azzal bohózkodnak, hogy gyakorolnak vele, tudod. De annak sok értelme nincsen. Most fog esni az eső a Q1-be. Nekem azt mutogatja, hogy 60 percnél esni fog. És hogyha nézed alul, hogy bedől 10 minutes, akkor utána 15, amikor 60 az elmegy, akkor esőt jutott, de Q2-ben nem látok, meg a versenyen sem. Na és mész még egy kört, vagy ezzel úgy érzed, hogy bejutottál a 15-be? Akkor hagyjál gumit a Q3-ba is. De várd meg, szerintem még lemegy 3 percig, mert lehet, hogy olyan messze lesz a 15. Ja, oké. Okay. Everyone ready? Okay, let's go.
Less than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Azt kell megnézni, hogy mennyi ilyen vannak. 15. hol van, 14. szóval nagyon messze van, hogy időzat kell, hogy nagyon jó lesz. Understood. Stopping this lap. Okay, so far our fastest lap is a 1:16.5. We're 18th in the speed trap, 301.6 kilometers per hour. Téged is kidobott. Engem is kidobott, mint a szart. Egyszer csak remegett a kép egyet, kiírta, hogy a még rating host, ugye a hostot kidobta. Istenem, hosszú lesz még ez az este. Hát én nem tudom, de hát ez... Nálam is az van. Nálam is, és mindenki utálja rögt. Én is. De valami... Mi van? Várj, már megint Q1 van. Nem, Q2. És akkor hogy van? Tovább jutottál? Most akkor mi van? Úgyis új labda lesz egyébként. Hát de... De be kell, és kikössél a tojátot. Hát az idő... Hát mindenhol napos volt egyébként.
De megint ugyanez van, ez a please vétes fasság. Na jó. Akkor játék újraindít. Nem nagyon értem. Istenem, hogy ezt a kurva játékot nem lehet normálisan megcsinálni. Hihetetlen. De milyen rákér van ez? Na mindegy, majd eldöntik az okosok, akkor hogy most full koi lesz, vagy milyen koi lesz. Hát persze, várom, hogy majd belépjek újra. Miért te nem léptél ki a lobbiból? Én nem hiszem. Én most belépek egy lobbyba, ahol benn van már most mindenki. Behívlak mindjárt, jó? Hogy is kell téged hívni? Trükkös. Elküldtem az invet. Full play lesz megint. Az van beállítva legalábbis. És nyilván napos lesz. Hú, már ketten néznek, az nagyon jó. Hát, ha Dávid néz. Nem tudom, ki nézhet, de nyugodtan írjon be a chatre, hogy tudjuk, hogy ki követ. Csak
Csonó. Mindenki bent van. Valaki nagyon írkál neked. Elfatauriban nincsen itt MTMS-i, tényleg ő nincsen. Dolgozik Szandika? Vagy mondom, csak nem a másik szobából ír neked. Na jó, hát én elmegyek a budira, mert itt még úgy láttam, hogy ideig eltart. Mindjárt jövök. Na mi lesz? Full quali akkor? Jött valami info egyébként a csoportba? Ja, jó, oké, megnézem. Hát, ez most, igen, abban a szempontból nem jól jött ki, hogy short qualit és 35%-ot. Csak a sok okostól mit akart? Short qualit és 50%-ot. Jó, hát én most úgyis várok, mert én most még nem megyek ki szerintem. Na hát ugye, ez az egyes tömeg, én elindultam egy másik angol ligába. Már 3 hónapja tartalék voltam egy angol ligában, csütörtök este van. Most ott kaptam helyet a Williams-be, csütörtök este lesz. És én meglátjuk, hogy hogy alakul. Mert vannak ott pont ebből a ligából 3-an. Van ott a Rossi, a Kukla, ki is van még ott? Az R. Christoph. Azt legalább tudok velük partiba lenni, mert hogyha én nekem az volt a bajom az angol ugyan, hogyha nincs ott valaki magyar, és az angol úgyse lesz velem partiba, mert ő inkább az angollal van, akire jó megy. The report's good, we're looking at a dry session. Visszakérdezni, vagy nem kell viszi a szenvedésemet hallgatni, hogy angolul beszélek, mert németül azért 100%-ban tudok, mint angolul. Pedig régen jól tudtam angolul.
akkor még ott értünk. De hát annak már 23 éve. Na mindegy. Úgyhogy én Angoligába csak úgy mentem, mint hogy lettem volna a csapattársak. If you find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tires. It could mean the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front. Okay, there are only a few cars out on track. We should consider getting out there.
tettél jobbat, mint az előbb. Mert szerintem neked nem nagyon kell már kimenned. Nem tudom elképzelni, hogy ki kelljen menned. Standing by. Van vagy? Na, az elkezdtél mondani, nem értek, hogy miért mennek. Na, gyakorolják a pályát, és nem akarnak el szállni egy gyümöstet.
mert a 2-2-3-ba lehet kapcsolatot van a pengem, akkor van a kérdésben hozzá, hanem gyakorolgatni kell a pályát ügyre. Ugyanezt járt az első. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Understood. Stopping this lap. Úgyhogy ezért szoktak kimenni. Nem használ el vele egy gumit sem, mégis gyakorolja, és... Jó, hát gyakorolja, kíváncsi, hogy internet, hogy lehet gyakorolni féktávat, meg ilyeket. Nem tudom, valaki ezt lehet, hogyha bennem vagy a kérdében. So far, our fastest lap is a 1.16.4. Mondom, én sose sítem ezt, mert nekem... Első, mert a középső szektorom a legjobb, utolsót meg... Mennyi? 4/10 rám vért egy lemink az utolsó szektorban. Hát igen, amikor elrontottam, lecsúsztam az egyik hívra elég komolyan. We're 17th in the speed trap, 301.0 km/h. Utolsó előtt. Nagyon durva utolsó szektor, 21.686. Itt Q1-ben azért az... Most te a boxban vagy, igaz? And there are 2 minutes remaining. You are the most familiar person. Track than a gravel track.
short, unforgiving and packed with slow corners, it's gained the reputation of being Monaco without the barriers. In its defense, it has an average speed of 200 kilometers an hour compared to Monaco's pedestrians, 160. Firstly, the Hungaroring is something of a champion circuit. Of the 35 Formula One Grand Prix held here, only four races have been won by drivers who ultimately never won a driver's championship. This circuit is often called the Dust Bowl, and with good reason. Surrounded by elevation on all sides and with dry dirt frequently grown across the track, this place can be a slippery challenge for all drivers. We are deep in European summer now, so make sure you're packing shade and sunscreen. It's likely to get hot out there this weekend. Temperatures can reach well over 30 degrees outside, so just imagine how sweltering it must be in those cockpits. Drivers are expecting a tricky session ahead. This is a challenging, twisty track with very little rest between corners. In fact, some say this winding series of turns feels more like a go-kart track than a Grand Prix circuit. This is one of the trickiest circuits for overtaking. Though major changes in the pit straight and turn one in 2003, which lengthened the track by over 10%, have improved things tremendously. Egyébként szerintem most a Q2-ben is várni kell, mert az is hány perc, 15, ott sem nagyon érdemes kimenni, ha marad 10 percnél, mert akkor nem úgy tapad a pálya, és akkor két gumit használsz el, hogyha nem jó időt mentél elsőre. De most mi a tökömre várunk egyébként? De, hoppá, részfokos leintették, Taki boxban van, ő nem tudom megelőzni, Valc már tud negyedről, úgyhogy bemaradtál. Na, Peti, ó, nagyon jó gyorsult a pálya, meg ő is jó időt ment. Végre betette 16-3-at. Isten, nagy az idő, szerelmes szűz. 21-21. Igen, az újra lobby, ez nem jött jó. Most még az 50 másodperc még lemegy, pedig már mindenki retire-ölt, aki nem retire, na végre. Jó, szuper. 5 pozi, red eye, akkor megint új lobby lesz, kurva jó. De jó. Múlt héten is új lobby volt, a 5 pozit kapott Tizi, Rédei, meg még valaki. Hát én biztos, hogy 10 percig tudja, nem megyek ki. Én akkor megyek megint egy kört. Azt vagy elég lesz, vagy nem. Hogyha nem látom, hogy nagyon nem, akkor 3 percnél kimegyek még egyre, de lehet, hogy egyébként először, ha gondolt, ha ki akarsz menni, akkor használd gumit, menj ki. Hogyha gyakorolgatni akarsz, hogy ne használja gumit, de mégis mész egy kört. Azt lehet, hogy jól kiadja. Mit tudom én. Négy százalékos a használt gumi, nem egy nagy valami. Ja.
Okay, the forecast looking good for this session. We've got dry weather all the way. Okay, track's quiet right now. Let's get out there while it's clear. Okay, guys, everyone be aware, the car's ready to go. Thank you. What is that?
little fuel left now. The tank's pretty much empty. Okay, we can take you this lap. So our fastest lap is a 1:16.4. Jó kör volt. Jó kör volt. Hát még lehet, hogy azzal is bennmaradsz. Mondjuk álljad, ő lehet, hogy meg fog előzni. És neki muszáj is kimenni. Turbo dízel is. Ha kimegy az én új gumin, akkor lehet, hogy megelőz. 9. Peti, nem hiszem. Cigi, nem hiszem. Principó. Se tudja. Én is azon matekozok, mert azt írja, hogy ha felteszek most egy új gumit, 0,4-del gyorsabb vagyok. Álljad ki is. 5 minutes remaining in this session. Hát ezt gyorsan döntsd el. Mennyi gumid van még? És a Q3-ra? Ja, de ott csak egy köröd lesz. Nekem, mert még nekem van 1, 2, 3, 4. Köszönöm. Mondjuk én a szoftvert választottam.
Look at that. 301.4 kilometers per hour. Mennyi jó volt, hogy próbál megcsinálni jó kört. Jó lesz már a tapadás. Le is nyílítom magam. Igen, az a baj. Az a jó, az biztos, hogy meg fog előzni most, hogy gyors körön van. I know the team back at the factory have put in a lot of hours getting the car ready for you this weekend, so let's repay them with a really strong performance. Okay, engines fired up, we're set. Just 30 seconds left in the session. Hanyadik lettél? Baszki, pont kiestél? Ó, geci.
nekem se kellett volna már mennem kört, úgy látom. Mert a 16-4-jel benn maradtam volna. Paszki egy másfél tizedet javítasz, ha nem veszi el, akkor kiesik. SM nem LC-t kiteszed meg, még turbodizelt is valószínű. Jó van. Oké. Okay. Okay. We'll be right back.
Parker вот. Less than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. Right, let's have you in at the end of this lap, please. Okay, our best lap so far is a 1:16.0. Currently 10th in the speed trap, 301.3 kilometers per hour. Everyone ready? Okay, let's go.
30 seconds left in the session. Most vetettem el, basszus. Hatodik hely. Szerintem még hátrébb fogok csúszni, basszus. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Hát a Menszelbe is ott vetettem el, elbasztam, mondom. Majd hátulról kell feljönni. Megelőzett Reda is, gondoltam, hetedik vagyok. Kurva élet. Nincs. Geci, hetedik hely. De szar. Nincsen. Az meg hetedik hely, ezt a szapást. Genyóba. Jól elbasztam. Ez most nagyon bosszant. Aha, persze. Pont ezen a pályán nem lehet előzni. A kurva életbe. Visszhangzok egy picit nálad, úgyhogy. Basszus kulcs.
No era. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until we get the green flags. VSC ending. Wait for the greens. Let's use overtake and burn off some of this energy.
There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. Miért mentél be a boxba? Hát, a férdő, miért? Szerintem, hogy le kell tölteni, hogy itt nekem. Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tyres are up to temperature. Remember, there's no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags.
the damage. I've got some new strategy options if you go and check your MFD. Understood. Copy that. Condition still looking good. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Gap to your teammate behind is 24.9 seconds. Overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on.
we're approaching the pit window, you're going to be on softs. By 25.4 seconds. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Last stop, no more scheduled pit stops, let's go. But officials aren't looking to push for a safety car right now, just be careful. Okay, slow down, your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace.
turn. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Starting to catch the car in front, but we need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Well done.
Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time, and there are so far no plans for a safety car. Laps of fuel remaining. Officials aren't looking to push for a safety car right now, just be careful.
We've only got 2 laps of fuel left.